A Normafa természetvédelmi terület az Unió által létrehozott Natura 2000 ökológiai hálózat része, amelynek védelmére különleges előírások vonatkoznak. Ám előfordul, hogy nem csak a fákat, a növényeket és az itt élő állatokat kell védeni, hanem magát az embert is más emberektől. A rendszeres természetjárók tudják, mi illik és mi nem, ha az erdőben, réteken túráznak, ám egyre gyakrabban fordulnak elő olyanok is a normafánál, akiknek a képzéséből, neveltetéséből ez a rész kimaradt. Azzal, hogy a normafa nagyon népszerű vált, és hát ugye a járvány ideje alatt az egyik néhány budapesti felkapott szabadtéri pihenőhelyel együtt nagyon gyakran társaságok, baráti, munkahelyi csapatok érkeznek ide, különösen az Annarét nagyon kedvelt a tűzrakóhelyekkel. Ezzel senkinek semmi problémája nincs, nagyon szívesen látunk mindenkit. A probléma ott kezdődik, amikor elektronikus kihangosító eszközöket is hoznak magukkal, és ezt mondjuk hangosan, nem csak az esti órákban, ez napközben is nagyon zavaró lehet. Ugye az Annaréten van 4 tűzrakóhely, képzeljük el, ha mind a 4 helyen egy-egy csapat bekapcsol egy ilyen manapság váltáskaként hordozható nagy teljesítményű hangosító berendezést, akkor ott ők is megőrülnek, meg a játszótéren lévők, meg az erdőben sétálók. A civilizált látogatók és az önkormányzat vezetői is úgy gondolják, hogy a több száz wattos zenehallgatásra szavazóknak másút kellene találkozni, és ezért új szabályokat fogalmaznak meg. Szeretnénk azt szabályozni, az önkormányzata más egyéb közterületekhez hasonlóan rendeletben szabályozná, hogy ne lehessen használni elektronikus hangosítást. Nyilván, ha egy-egy rendezvény van, akkor engedélyben ez megadható. Ha mondjuk egy futóverseny, vagy bármilyen összevetel, akkor ennek van létjogosultsága, van szerepe, de ez engedélyhez kötött. Azért szükséges ennek a rendeletben szabályozása, hogy a hegyvidéki rendészet tudjon figyelmeztetni, és adott esetben tudjon büntetni, hiszen minden szabály annyit ér, amennyit be tudunk belőle tartatni. A hangoskodó, a környezetet zavaró bulikból több is volt az elmúlt években a normafa környezetében. Mint emlékeznek rá, tavaly a Kőfejtőnél szerveztek olyan illegális programot, ahol még belépődíjat is fizetni kellett, ha valaki részt akart venni az üvöltő zenék éjszakáján. Az ilyen típusú akciókat is szeretnék megelőzni az új szabályozással. Az őszi tanévkezdetkor különböző kvázi gólya táborszerűen használt felsőfokú intézmények, de tavaly középiskolák is jelezték, hogy itt tudnának találkozni. Tehát erre komoly igény van és jönnek. Azt gondoljuk, hogy amíg ez egy éneklés, egy akusztikus hangszer, egy gitár, az belefér. Annak nem olyan hangereje, hogy 200-300 méterre is hallatszik. Ugye a probléma az, amikor az Anna réten valaki bekapcsol egy ilyet, és onnan több száz méterre is az erdőben azt hallani. Jelen pillanatban a hegyvidéki önkormányzat jegyzője vizsgálja azokat a jogi lehetőségeket, amelyek alkalmazásával mindenki számára megfelelő rendeletet fogadhat el a képviselőtestület, illetve a polgármester.